akkor van vége, amikor vége van. És nem akkor van vége, amikor befejeződik. Mert ha vége van, akkor még folytatódhat ugyan, de ez nem jelent semmit. És nem akkor van vége, amikor másút, máskor, mással, etc. basznak, hanem amikor vége van. És nem akkor van vége, amikor észreveszik, hanem amikor vége van. És nem is akkor, amikor kimondják, vagy kigondolják, vagy elhiszik, vagy meglátják, hanem amikor vége van. És nem akkor, amikor valami új kezdődik, mert attól, hogy vége van, még nem kezdődik el semmi sem. Vége nem akkor van, amikor szakítanak, otthagynak, összevesznek, elmennek, lelépnek, kirúgnak, kiugranak. Akkor van vége. Amikor vége van. Amikor vége van, akkor van vége. Nem akkor van vége, amikor már nincs értelme. Mert amikor már nincs értelme, akkor még lehet nagyon sokáig és nagyon rosszul. Nem akkor van vége, amikor befejeződik. Mert lehet, hogy mikor befejeződik, még egyáltalán nincs vége nem akkor van vége, amikor véget akarnak vetni. Mert amikor véget akarnak vetni, akkor még javában tart. Nem akkor van vége, amikor valami új elkezdődik. Attól, hogy valami új elkezdődik, még nem lesz vége. Mert talán éppen ahhoz kell a valami újnak elkezdődnie, hogy ne legyen vége. Nem akkor van vége, amikor minden érv amellett szól, hogy vége van. És nem akkor, mikor ezeket az érveket fel is sorakoztatják. Akkor van vége, amikor vége van. Ha szerdán délután háromkor vége lett, attól még lehet, hogy este hatkor vagy csütörtök reggel ismét úgy érezzük, javában tart. És csak két éve később, kedden délelőtt tízkor leszünk benne biztosak. De vége nem akkor van, amikor biztosak leszünk benne, hanem amikor vége van. És lehet, hogy közben még azt hisszük néha, hogy úgy van, mint régen. Pedig te hogy? Mindig úgy van, ahogy most van. Most pedig vége van. Amikor vége van, akkor nehéz. Ezért van az, hogy egyesek abba hagyják, mielőtt vége lenne. Mások viszont tovább csinálják, mikor már rég vége van.